Csatorna támogatója az eneba.com. Használd a Jeffrey Evans kódot 3% kedvezményért. Srácok, most jó. Sziasztok, srácok! Jeffrey, hello, hello! Cső! Na gyerekek, be kell melegíteni egy kicsit. Vannak problémák, vannak jó és rossz dolgok. Mindjárt mondom, hogy mi a szitu. Kicsit ezt a mikulás lejjebb hozom itt, hogy a csetet normálisan lehessen látni. Na! Fú, gyerekek, én nagyon ünnepi hangulatban vagyok már, bár a szobám az úgy néz ki, mint valami medve barlang, úgyhogy föl kéne díszíteni meg ilyesmi. Képzeljétek el, szinte több, mint valószínű, hogy covidos vagyok. Húgom az biztos, hogy az, két tesztje is pozitív lett, és anyám is, meg én is nagyon szarul vagyunk mind a hárman, úgyhogy nem tudom, hogy ez a stream milyen lesz. Benne volt a pakliba, hogy elhalasztom. Egy kicsit hangos, na jó, mindegy, jó lesz így. Szóval, hogy benne volt a pakli, hogy elhalasztom most ezt, mert hogy nagyon szarul leszek. De aludtam 2 órát, most így délután ettem egy jó húsleves, teát, gyógyszert, és minden király, jól vagyok amúgy, fogjuk rá. Úgyhogy hála Istennek semmi komoly, remélem nem is lesz komolyabb. Közben nézem azért a csetet. Szia Dream, sziasztok! Szia Roli, szia X, Bajnok, Norbi, Vuzilis, Dominik, Infinity, Hugo, ciao Norbi. Roland, Kevin, Jordan, Bandi, Ranix, Dominik, Játék, Zorn, Tamás, másik Tamás, hány Tamás vagy, Zsombi, a mindenségit, Blind, Dark, Zsombi, Gyuri, Mark, sziasztok! Nem, srácok, nem vagyok beoltva. Nem is leszek. De ez most nem szeretem, amúgy direkt nem hoztam fel soha ezt se streambe, se videóba, semmi. Én szerintem ez tök ilyen olyan dolog, hogy legalább itt te beszéljünk róla, csak most ez mégiscsak kikerülhetetlen. Mert az, hogy beteg vagyok, az egy tény, és azt látja mindenki, érzi mindenki, idézőjelbe, szóval azt most arról nem lehet nem beszélni, vagy legalábbis így említés szintjén. Úgyhogy, Tamás mondja, hogy az apja is beteg volt, és hogy jobban lett, hála Istennek. Nekem apukám is beteg, bár ő nem együtt élünk, de ő nagyon szarul van. Remélem jobban lesz. Sziasztok! Ciao, szia Barnabás, sziasztok, srácok, akik itt vagytok, a legfontosabb, nyomjatok egy lájkot a streamre, és ha még nem iratkoztatok volna fel, akkor tegyétek meg, mivel már csak 80 feliratkozó kell, és megvan a 12.000 feliratkozó, amit egyszerűen nem szabad figyelmen kívül hagyni, úgyhogy mindenképp iratkozzatok föl. Egyébként lesz idén, szia Zizi, szia Dominik, sziasztok. Azt mondja Dominik, hogy Dimitri meg Csongor már be voltak öltöző, és járkáltak egy kis busszal. Mi is menni fogunk, nekem Dobi lesz a segítségemre, ha minden igaz. Én vagyok most teljesen vele, csak Dobi nincs itt, úgyhogy most őt várom. Roland, szia, nem tudom, hogy lesz a V2 live, meglátjuk majd. Lorent, Hali, Víg, sziasztok. Azt mondja Víg, lehetséges, hogy nem bírtam kipihenni a horvát utat. Elképzelhető. Erre innom kell. Nem, srácok, nem iszok, most józan hónap van, minden november 24-től december 24-ig nem iszok egy kortyot se, teljesen tiszta vagyok, és ja. Zsombi kérdezi, lesz-e Voice RP? Igen, biztos, hogy lesz, a közeljövőben meglátjuk majd. Ja, úgyhogy srácok, direkt nem akarok neki feneket keríteni, de hogyha nem leszek olyan aktív, vagy valami olyan, hogy is mondjam, szokatlan tapasztalatok a stream alatt, mondjuk összeiszok, köhögök, meg minden bajom van, akkor az azért van, mert covidos vagyok, jó? De nem szeretnék neki nagyobb feleket keríteni, nincs jelentősége, nem haldoklom semmi komoly, úgyhogy csak gondoltam, így jelzem az elején. Aztán maximum, hogyha valaki majd nem érti, hogy mi van, és nagyon feltűnő lesz, akkor lehet, hogy a későbbiekben is megemlítem, de tényleg nem szeretnék belőle nagy ügyet csinálni. Beci, köszi szépen a feliratkozást. Egyébként, igen, én fogom osztani az ajándékokat, én is fogom osztani az ajándékokat, Dobival ugye ketten fogjuk ezt kivitelezni, vagy meglátjátok, hogy működik. Kevin kérdezi, hogy lesz a nyereményjáték? Most nem, viszont rengeteg, több mint 300 ajándék van nálam, azt hiszem, vagy valami 300 körüli, úgyhogy ezeket mind oda fogom adni nektek, srácok. A metódus az kb. Az lesz, mint mindig mindenhol, ott vagyok, bármint, hogy ott van a Mikulás, kiasszajozzuk, hogy nagyjából merre van. Oda jöttök, mondtok egy verset, vagy táncoltok, vagy énekeltek, vagy valamit produkáltok magatokat. Én meg adok érte ajándékot, és ennyi lesz, nagyon jó lesz. Roland kérdezi, hogy... Bocsánat, ugye ezt mondtam. Szóval, hogy kérdezi Roland, hogy gondolkodtam a már saját MTS szerveren, igen, de nem RP szerveren, és nem lett belőle semmi. Majd meglátjuk, hogy mi lesz.
Hálán három, mondtam Zsakának, hogy a csekket kérem és berak 300 percre. Az úgy jó. Jól van. Azt mondja, Tamás 13 éves, de berúg szilveszterkor. Nem ajánlom. Nem ajánlom. Az alkohol rossz. Mustafa, igen, Jeffrey, stílot fel kell venni. Ugye, srácok, tiszta karácsonyi hangulatban vagyok. Itt van a... Na, merre? Ott van a Mikulás bácsi, érted? Ott integet, csá. Meg közben száll a hó, érted? Ha már kint porzik a beton, olyan szárazság van, meg meleg, akkor legalább itt szálljon a hó, mögöttem a nagy havas háttér, meg még a sityak is rajtam van. Sajnos, srácok, a borítóképpen látható póló már nem jön föl rám. Úgy néztem ki benne, mint valami kötözött sonka, úgyhogy sajnos kénytelen voltam lecserélni erre, de a borítókép elejéig tök jó volt. Szia, Richard, tök jó minden. Jó lesz, nagyon jó lesz, nagyon jó lesz. Úgyhogy srácok, még azt mondja Dobi, hogy jön most itt is van. Szia, Dobi! Hello. Sziasztok! Jó, sneakybe bejött, mert ugye nekem nincsenek értesítések teljesen a streamek miatt. Közben szólnak a háttérben nagy karácsonyi zenék. Nagyon remélem, hogy tényleg nem lesz copyrightos, mert azt írja a feltöltő, hogy nem. Úgyhogy most Dobival fogunk menni együtt, aztán tök jó lesz. Tésen szakad a hó, na várjál, hol van Tés, most megnézem. Kíváncsi vagyok, elmegyünk oda egy szánkóval. Tés község Magyarország, Veszprém megye. Hát nálunk nem esik. Jól van. De jó, egyébként volt hó, Kőszegre mentünk itt a környéken, és ott volt hó fönt a Kőszegi hegyen. Mi lesz ma a fő téma? Ajándékokat fogunk osztogatni, srácok, és bárki jöhet, bárki beállhat a sorba, és tök jó lesz. Tök jó lesz, kaptuk ajándékot, hogyha mondtok egy pár szót, egy verset, mit tudom én, valami kedveset. Produkáljátok magatokat, majd meglátjuk, jó? Nem lesz egyébként hosszú a stream, szerintem egy-másfél óra lesz, attól függ, hogy bírom. Aztán kész. Az igen, Jeffy, ki vagy ezve rendesen? Hát ennyi, Attila, így van. Nagy, 300-as karok meg mindent, beleinjekcióztam a vazelint a karomba. Na jól van, Dobi. Akkor figyelj, csináljuk azt, srácok, hogy nekiállunk itt a gamingnek, jó? Mert már sokat dumálok. Egyébként képzétek el, kaptam admin rangot FlyMTA-n. Nem leszek admin, tehát nem fogom itt ezt, hogy is mondjam, így rendesen úgy, ahogy kell csinálni, mert nem ez a cél. Viszont ezzel most megkönnyítem kicsit a mikulásos történetünket. Dobi, ide jössz hozzám, kérlek, ha megkérlek szépen. Persze, indulok. Jó, királyság. Aztán elmegyünk néhány helyre, meglátjátok, majd tök jó lesz. Közben átteszem magamat Lyseerre. Ajajaj! Ezzel a Verdával fogunk menni, srácok. Illetve teleportálni fogunk egy csomót, de hogy amikor autózunk, akkor ezzel fogunk, jó? Csináljuk azt. Ervin, mit kérdeztél? Nem tudom. CMT-a várható? Igen, lesz CMT-a is. De olyan CMT-a lesz, hogy egyébként a Fly működik autóba, Dobi, a szerveren, nem? Akkor nem ugratunk le, mert abba balhé lesz. Bekapcsolod a lámpakat a sapkán, nem működik, az a baj, kifogyott belőle az elemező régi sapka. De egyébként jó pofa lenne, lehet, hogy a kövi streamre megoldom. Szeretnék mostanában majd mindenféle karácsonyi és mikulás, ünneptémájú videókat csinálni. Mert mégiscsak, hogyha már itt vannak az ünnepek, akkor csináljuk ma autentikusra, nem? Na, meg is jöttünk ide a... Hol vagyunk? A plázánál, ugye? Fly Plaza, jó. Figyelj, Dobi, én arra gondoltam, hogy mi lenne, ha mondjuk itt lenne az első spotunk. Jó, lehet, hogy jó? Oké, hát akkor szerintem ezt meg is beszéltük gyorsan. Micsoda gömbölj, ez Jeffrey Mikulás. Így van, nagy pocak van, meg minden, nézzétek meg, tök olyan, mint én IRL. Hogyan van az, ezért várjál. Fejmozgást a move-headet tudom kikapcsolni, ugye? Move-head, és... Jó, és működik. Jó, most srácok, akkor azt csináljuk, hogy beállunk ide, ide a füves területre, és lehet jönni ide nyugodtan ide hozzánk, elénk, és kaptuk ajándékot. Jó? Nekem van ugyanilyen sapi, működik is. Igen, ez is működött, csak ez már nem mostani. Jó? Tehát ez már egy ideje, vagy pár éves, az a ski hatalmas, zseniális. Nézd meg, és a Palinak akkora hasa van, hogy rendesen zsebként használja, odarész. Berakja, ízik, könyöktől lefelé a testébe a karokat, aztán jó estét. Szia Kálmán, sziasztok, hali. Hungry Life felhasználó cserép, hogy lehetne megoldani? Nem tudom, felhasználó cserével kapcsolatban írja a staffnak teljesen Facebookon keresdőket is hasonló. Jó. Már jönnek is ide az emberek egyébként. Nyugodtan lehet följönni a szerveres srácok, 148-an vannak fönt. Itt lent a videó alatt találtok IP-t, följöhettek, és gyertek, és mit tudom én, meglátjuk, hogy mi lesz.
Szép estét! Na várjál, bebindelek egy ho-ho-ho-t, mert azt annyiszor el kell majd mondanom. Hát, ha működni fog, per bind. Say ho ho ho. Nem működik, mert nem hiszem el. Akkor melyikre bindeljem? Q betűre bindelem, jó? Aztán utána tolok rá egy unbindet. Ho ho ho! Santa Clausnak hívnak egyébként, gyerekek! Álljatok sorba! Sorba! Sorba rendeződj! De, srácok, sorba rendeződjetek! Lesz ajándék, nyugodjatok meg! Mindenkinek lesz elég. Igen, igen, van elég, nézzétek meg, van nálam 299 darab ajándék, meg süti, meg minden. Richard, köszi szépen a donétet, köszi szépen a 200-at. Köszi, haver. Na, szépen sorbál, nálad vannak ajándékok amúgy, Dobi? Nálam nincs, nekem nem adott William, és nem adott, akkor elém, srácok, elém álljatok. Jeffrey, elém álljatok. Ja, elém álljatok, jó? Szervusz, Miklós! Akkor ho-ho-ho, szevasz! Jó gyerek, voltál, meglátjuk, hogy milyen soha nem volt, ami Mikulás egyébként szervereken, viszont most kipróbáljuk, jó, így együtt, meglátjuk, hogy milyen lesz. Halli Jeffy, 9 fúr lesz az ünnapom, Isten éltessen haver, Isten éltessen Áron. Amúgy mi húztuk a neveket az osztályban, holnapra kell vinni az ajándékot, igen, mi is húztunk a suliba neveket, és nem mehetek holnap, ugye, mert covidos vagyok, úgyhogy itthon kell maradnom. Páromnak odaadtam az ajándékot, osztálytársak vagyunk, hogy vigye el. De várjátok, ez a zene szörnyű. Ja nem, valamit szól a háttérben. Mi ez a pörgő zene itt a háttérben amúgy? Ja nézem, hogy hol szólhat. Jó, addig lehúztam az MTA hangerőt, azt hittem már izébe kezdett el szólni itt a... Milyen lófasz ez? A... Izébe. A mixbe, ereszbe, mondasz egy szép verset. Aki a sorban tolakodik, verekedik, őt én fogom szankcionálni, így van, úgyhogy viselkedjetek, srácok. Azt mondja a csaj, aki beenged, annak adok 3 misit. Fie, télapó, itt van, hó a cupája, ég a cipője, leng a kabátja. Zsák, teli zsák, nem tudom tovább, jó van. De szép, de szép vers volt. Nyertek, srácok, odaadom neki az ajándékot. Meg egy sütit! Kellemes ünnepeket. Ho-ho-ho! Kellemes ünnepeket. És akkor most mindenkinek el fogom mondani. Nem, valami nem stimmel. Közben jött még egy donéta, hogy hallottam, milyen ránézek. Richard, köszi szépen a 700-at! Köszi, haver! Király vagy! Oké. Szervusz! Közben egyébként igyekszem figyelni a chatre is, meg igyekszem figyelni a streamre is, jó? Meglátjuk majd, hogy mi sül ki belőle, ez a nagyon jó, eddig nagyon tetszik. Jó napot, Mikulás bácsi, szia fiam! Jó gyerek voltál? Ho-ho-ho! Csak hogy meglegyen a feeling! Most akartam felvenni erre, ki vagyok bannolva, a mindenség itt, az nem jó! Na. Kérdezi Richard, hogy gondolkodtam-e már rajta, hogy lehessen csongot küldeni nekem. Majd egyszer lehet, hogy lesz ilyen, egyelőre nem érzem szükségét. Mondasz egy verset. Aki egyedi verset mond, annak lehet, hogy egy kis jutalmat adok, jó? Mondasz egy verset. Aki egy saját magáltal költött rímelő történetet rak össze, azt megjutalmazom, jó? Maradjunk annyiban. Mi lehet az ajándékdobozba? Srácok, egyébként össze lehet kraftolni ezeket az ajándékdobozokat egy nagyobbá, amiből drágább cuccokat lehet nyitni, azt hiszem. Közben nézem. Boldog Mikit mindenkinek, így van. Ja, tényleg a jelvény az nálam marad véletlenül. Az nem probléma. Ja, nincs rajtam úgyse. Jé, Tamás, miért? Emlékszem, egyszer én is kihúztam egy lányt általánosba, akiben szerelmes voltam, és vettem neki egy csomó ajándékot, és le se szart, úgyhogy nagyszerű volt. Közben nézem azért. Blint, nem tudom, hogy ez hogy működik a szerveren, kérdezd meg. Mikubá, nagyon szép a sapkád, remélem nem kapok virgácsot, hanem kalácsot. Hát, szódával elmegy, meg is írom neki. szódával elmegy. Már húzom is le a srácnak a izét, az ait, jó? Kihúzok ide párat,
Egyébként nem, mert értékelem mindenkinek a... Értékelem mindenkinek a, az igyekezetét, úgyhogy a srácnak is adok. Kap két ait, mert meg két kekszet, mert kreatív volt, és adott egy kis izét. Ho-ho-ho! Elfelejtetted a jelszavat, zombi, abba tudnak segíteni a staff egyébként, nyugodtan lehet nekik írni Facebookon, itt-ott, amott. Csokoló Mikubá! Ho-ho-ho! Szevasz! Unbindeld és bindeld, aha, amúgy igen. Unbind, hogyan volt a kú, unbind, egy, Dobi, mit művelsz ott a... Ezért, ho-ho-ho, boldog, kellemes ünnepeket, majdnem azt mondta, boldog karácsonyt. Mennyi nem vannak fönt? Szia Milán! 149-en vannak fent. Jeffrey, majd látom. Igen? Mert látom, hogy nem igazán jó nálad a hó. Tessék? A havat majd. Mi történt? Relagolnom kéne, vagy? Pár hó majd beírod, de ezután csak. Ja, jó, oké. A srácoknak kidobáljuk az ajándék. Jó, oké. Készültem is magának. Na, vagy, figyelek. Vagy igen? Gyorsabb azt mondják, hogy a kidolgozott textúrákat. Vegyem le. Kinyomni. Azokat jó. Kell kinyomni, és akkor lesz hó neked is. Jó, oké, akkor lenyomom a kidolgozott textúrákat. Kidolgozott csak shader van. Azaz. Aha, levettem, de nem lett hó. Azt mondja valaki boomwalkol a Geszi. Végre már itt vagy, Mikuban, nagyon vártalak már, tiszta szívemben szeretlek, nagypapikám. Jól van, értékeljük. Srácok, ha elfogy az ajándék, akkor maximum szólok Williamnek, hogy adjon még. Nem probléma, amúgy. Nagyjából másfél órára terveztem a streamet, jó, tehát meglátjuk majd, hogy mi is hogyan lesz. Volt már olyan, hogy emlékszem, azt hiszem talán CMT-n volt a Beventezdi évekkel ezelőtt, és a gyerek nem mondott verset a Mikulásnak, és azt mondta, te rossz gyerek vagy, nem kapsz ajándékot! Azt azon akkor leszakadtam. Majd beírom a per hó, de lehet, hogy ki fogok fagyni, nem? Megnézzük. Nem működik, hiába írtam be, sajnos. Akkor lehet reconnect. Ja, reconnect lesz. Az a kör után majd meg is ejtsük, yeah, hogy... Yeah. Jó van, okés. Én voltam a legjobb gyerek egész évben, Betszó! Ho-ho-ho, értem! Mivel készültél nekem? Srácok, dobjatok egy lájkot a streamle, látjátok? Megőrít ez a Covid. Hadd lássam, hogy mennyien vagyunk aktívak, és mennyien szeretitek, és mennyien akartok kellemes ünnepeket és ünnepes kellemeket. Meg iratkozzatok fel, amíg nem tettétek volna meg, hogy meglegyen a 12.000 szub. Ez tök jó lenne. Ja, ilyen a levem nekem is, Zsombi, mondd a B. Mi folyik itt? Megy egy kis pláza? Jó van, gyertek. Gyertek. Sűrűbb helyben hull a hó, csiszek, csoszok, télapó. Nehéz puttony, de nehéz, van benne alma, méz. Szerinted ez egyedi lehetett, Dobi? Na, én ezt már hallottam talán. Igen. Szép vers. Kap egyet a fiú. Meg egy sütit is. Ho-ho-ho, kellemes ünnepeket! Na jól van, közben szólnak itt a nagy karácsonyi dallamok a háttérbe. Nagyon jó. Szerelő központ, pro betanító, de miért van rajt jelvény itt civilbe? Hogy működik ez? Zsombi, szoktam lenni TS-en amúgy. Néha-néha. Szia, apus! Szia! Jó gyerek voltál? Te virgácsot kapsz. Jó van. Kíváncsiak, mit reagál rá a Pali. Szomorú. Hoztál nekem verset. Jó bulás, Jeffrey, köszönöm. Annyira nem vészesem. Most jövök. Persze, hadd halljam. Ki vele? Ho-ho-ho! Gyerekek, nagyon beleélem magamat. Nem is tudom, mikor erfésztem már utoljára ennyire. Is mondjam, beleélősen. Egyébként, Dobi, te figyeled azt, hogy ki az, aki már sorba állt? Igen, nézem. Jó, oké. Jaj, T-sre majd egyszer feljövök. Jaj, bocsánat, én... Azt hittem, hogy TS-re. Na látjátok? Erről beszéltem. Tiszta K.O. vagyok. TS-re nem hiszem, hogy megyek. Nem, vagy én mit tudom én. Nem volt tervben.
mikor fősz és lelősz, akkor az nagyon jó lesz mindenkinek szerintem. Főleg neked. Mindjárt elrabolom a Mikulás. Jó van, boss. Jaj, próbáld ki és megtudjuk. Jaj, jaj. Imbirka télapó úgy berúgtam, mint a ló, valóságomban minden jó. Tangom úgy eltartó. Ez szerinted magától van? Na jó van. XD. Télapó nevet. Ez jó volt. Jó volt, te perverz. Adok neki kettőt. Na srácok, azért, ha valaki nagyon nem bír magával, akkor kikkelem a faszba, jó? Tehát egyébként eddig tök aranyosak voltatok mindenki. Úgyhogy ha ez így marad, akkor tökéletes lesz minden fasza. Szuboljatok föl, amíg nem tettétek volna meg, és dobjatok egy lájkot. Pedig lenne egy jó versem. Á, Tamás, lehet, hogy lesz olyan, hogy talán nem fagysz ki. Hello, Mikulás! Ho-ho-ho! Mit hoztál? Mivel készültél? Én vagyok Simon Cowell, az X-Faktor, érted? Ez Mervin streamben volt. Mi, Mustafa? Mi? Nem tudom, mire gondolsz. Hoztam neked szép verset, egyébként belenéztem a Mervinnek a streamjébe. Váltottuk is pár szót így a cseten keresztül. Valahogy nem lehet kikapcsolni, dobja ezeket az izéket, amik itt jönnek föl folyamatosan a chatbe, ilyen hirdetés, meg benzinára változik, meg ilyenek. Szia, Spiffy, Hali! Sziasztok! A hirdetést azt a telefonon lehet kikapcsolni, a... Nice-en. A... Inventory-t be telefonon van. Hát nincs. Nem mondhatom, kivel áll? A... benzinárat azt nem lehet sajnos. Jaj, jó van, nem baj. Kis acsi, mi folyik itt? Mondja a Dobi testvéremnek, hogy William bajnok üdvözli a Csiga Ákás királyt, picsoda. Mik vannak itt? Ez egy régi görögös sztori. Ez a melltartós Mervin streamjében volt? Jó, nem baj, nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Azért ennyire nem ástam bele magamat a streambe. Fehér hó most is megmarad, díszes az egész táj. Büszke fegyő sír a hó alatt. Az oké, de hol van a rím? Valahogy elve. Lemaradt. Otthon maradt a rím. Ez milyen vers, ami nem rímel? Szabad vers, hogy mi? Jó van. Remek! Gyere, te is kapsz ajándékot! Parancsolj, Brian! Öcsém. Jó van, nézzük, mivel rukkonnak el a többiek. Ho-ho-ho, csá! Micsoda? Andrew Cox mondta fel, na ezt látjátok, nem tudom. Ennyire nem voltam ott fejbe. Szervusz, kedves Mikulás! Szervusz! Mit hoztál? Köszi, hogy átküldt a DC-n! Ne viccelj, Spiffy, szívesen, én köszönöm a sok segítséget. Csöcső VR-omról lesz videó, igaz? Diamond, igen, lesz, pont ma vettem föl, bár szerintem nem fogunk kinyitni túl sok ajándékot, mert elképesztően drága, és kettő helyen sikerült ajándékot szereznem, pedig egy pár helyre azért mentem. Úgyhogy, ja. Úgyhogy nem tudom, szerintem egy 20 darabot kinyitunk majd, úgyis egy új rendszer van. Egyébként srácok, közben nézem, hogy a csaj mit mond. Mikulás, én pálinkát kérek, hát az sajnos elfogyott, azt megittam mind. Egy szép saját verset, na. Szép saját vers, és letálcázik. Jó, mindegy, srácok, egyébként megmutatom, hogy hogy néz ki egy ilyen ajándéknak a kibontása, jó? Hogy lássatok mégis, hogy mivel van dolgotok. Fogok kibontok egyet, nézzétek meg, így pörög, ilyen a minigame. És itt ilyen kis olcsóbb dolgok vannak benne, tehát takkó meg ilyenek. De ha összekraftoltok többet, akkor lesz belőle egy nagy ajándék. És a nagy ajándékból meg sokkal értékesebb dolgokat lehet nyitni, jó? Szóval tök jó. Jeffrey, Hálán, nem tudod, hogy ki volt a Mikulás? Nem tudom, család, úgy volt, hogy én is megyek HR-re Mikuláshozni. Földobtam, hogy mi lesz, hogyha, mi lenne, ha beugranék. Aztán meg mondták, hogy jó, majd szólnak, hogy Mizu. Én meg gondoltam, hogy jó, viszont én ma streamelnék egyet. Földobtam a fejös srácoknak, hogy mi lenne, hogyha Mikulás lennék. És azt mondták, hogy hogy a VR-ban. Úgyhogy, ja, de majd bizony Hálán is lesz event, meg mindenhol lesz event, srácok. Ide is jövök még, biztos vagyok benne idén. Aztán még majd karaoke eventet szünetben csapathatjuk. Jé, tényleg srácok, Discordon azt beszéltük, hogy lehet, hogy lesz egy karaoke event. Olyan jó volt, hogy szó sem jut, kedves télapó. Ja, elmondta, bocsi. Itt van már a télapó, fejlik szakálla, vártunk majd, hogy hújjon a hós, jött már a télapó. Szerinted, Dobi, ez mennyire lehet saját költemény?
Jó, sorry, le voltam mutolva. Szerintem jó volt. Jó volt? Jó van, kapsz két ajándékot. Egyébként azért adok kettőt, így a kicsit kreatívabbaknak, mert így gyorsabban halad a sor, és hogyha 3-4 percet várok egy-egy emberrel, akkor itt leszünk egész éjszaka. Azt pedig nem szeretném. Nem akarok egy túl hosszú nyúlt streamet feleslegesen. Jé, nagyon hosszú a sor, nagyon hosszú a sor. Én szerintem még egy pici... ezek mind új emberek, amúgy Dobi. Igen. Wow, srácok, egyébként 151-en vannak fent a szerveren. Gyertek föl, nyugodtan álljátok be a sorba. Bossz, nagyon szuper a binded. Lényeg az, hogy... most ez mi a rádióba írogat valaki? Most ez mi? Hó, kellemes ünnepeket! Jó estét, Mikulás bácsi! Szia! Mivel készültél? Készültél, fiam? Srácok, egyébként el fogunk menni, tehát nem hiszem, hogy az egész sort végigálljuk, mert szerintem itt lennénk egy órát. El fogunk menni máshova, hogy aki előbb odaér, vagy bármi, értitek, egy kicsit keringünk majd, és akkor utána meg majd szólok, hogy hova vagy, úgyis látjátok, hogy hol vagyunk, és akkor oda lehet jönni megint. Egyébként több helyen is osztanak, azt hiszem, ajándékot ilyenkor, szóval nem csak én vagyok egyedül a szerveren. Igen, Dobi? Most jelenleg nem, de viszont délutáni órában szokott lenni. Aha. Ajándékoztás frakcióknak is, meg civil playereknek is, meg mindenkinek egyébként. Aha, jó. Egy szép verssel még anyukám tanította, mondom is. Isten hozott Mikulás, mit rejt a nagy zsákod, jó gyermeknek minden jót, a rossznak virgácsod. Nagyon szép. Nagyon szép vers. Opa. Parancsolj. Gyorsan, lehúzom ide az ajándékokat. Hú, gyerekek, igen, morog a hasam egyébként. Fel vagyok fújódva meg minden, mióta szarul vagyok. Ez ilyen mellékhatás lett, hogy nem tudom, meg úgy érzem magamat, mintha lázas lennék. Tehát így izomfájdalmaim vannak, meg minden ráza hideg, de egyébként meg nem vagyok lázas. Tehát egyáltalán nem vagyok lázas, de úgy érzem magam, mintha az lennék. Nagyon szar. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Ho-ho-ho, mi a helyzet? Bossz, miért bindellém be? Nekem nem kell vers, hát én nem... én vagyok Mikulás most. Privét! Az darovje! Te mivel készültél? Jó, még egy picit várunk egyébként, jó? Meg lehet, hogy amúgy a sor is le fog menni, majd meglátjuk. Magyarul vagy oroszul versenyek? Oroszul! Oroszul verseny, haver! Az kemény! Tényleg ilyen nagy izé, hóviharok szoktak lenni, hogy nem mennek el a buszok? Az kemény! Na, oroszul mond nekünk verset a fasz is, gyerekek, ezt erre befizetek! Kíváncsi leszek! Legyen inkább magyar, azt többen értik! De én oroszul is beszélek. Na, azért mondom, erre befizet. Bossz, köszi szépen a verset egyébként. Ne viccelj, semmi rosszat nem mondtál, de most nekem nincs szükségem rá, de köszönöm. Ugye legalább segíteni szerettél volna. Fú, micsoda zenék szólnak. Tudom, Miku, bá, hát én minden nyelven beszélek, én vagyok a Mikulás. Jolopuki, vagy mi a neve a faszinak? Kicsit odém jól van zenét. A többiek jönnek, lemaradnak a buliról. Ja, ezt rádióban beszélik itt az emberek. Na, hadd halljam. Azt mondja, nem ide. Jézusom, mi folyik itt, gyerekek? Jézusom. Ne. Nézzük. Srácok, iratkozzatok fel, amíg nem tettétek volna meg, és lájkoljátok ezt a streamet, mert elképesztően sokat segítetek vele. Az az ingyen donét, hogyha lájkoltok, meg feliratkoztok. Rengeteg segítség. És nem kerül semmibe, tök ingyen van, úgyhogy nyomjátok meg. Még 8-10 éve akadtak el itt a buszok, Tation, nice-en. Cső papi, szia Kristóf, vagy Gábor, hali-hali. Makarov szereti ajándékot hozni. Öreg lábam, csizma, fáradt minden izma, havas úton csoszog, hátán puttony mozog. Makarov szereti ajándékot hoz neki.
Hát, ezért adok neked egy ajándékot. Szép volt. Sőt, mivel hogy ilyen szépet mondtam, még egy takót is kapsz. Kész. Kellemes ünnepeket. Na. Köszönöm. Ugyan. Szöngy a fasz, hogy mekkora picsel van a télapónak. De aranyos ez a fiú. Melyik volt az a jó képességű? Így van, várjatok. Nincs ilyen karakter. Lelépett a faszi? Vagy lehet, hogy fogyatékos vagyok ám. Nincs. Akkor ezek szerint... Mi lehet dobja ez a gyerekkel? Azt írja, hogy ekkora picsel van a télapónak. Nem tudom kikkelni. Hát... Az előbb már lekikkelték. Ja, értem. Már kapott egy kikket. Jól van. Akkor biztosan nagyon értelmes ember lehet. Más földrészen ébred a nap, ja, itt ordibálják a verset, az kemény. Szia, kijön a rendőr, azt mindjárt mondja, hogy nincsen engedélyünk rendezvényt tartani. Elhiszed? Felveszem én a jelvényt. Ja, ennyi. Marco Remington, haló. Szia! Mit hoztál? Jó nagy sor van. Hát Tamás, igen, amikor az emberek sorba állnak, ugye mindenki szeretné az ajándékot megkapni. Dobi, ennek sose lesz vége, hiszen... Hát, még egy, szerintem még 2-3 percet álljunk itt. Jaja, még egy pár embert, aztán utána... Jaja, utána át még máshova, srácok, nem akarok egész stream alatt itt állni. Amit mondok is. Figyelek! Kivele? Hadd halljam! Hadd halljam! Fél órája itt állunk amúgy. Marco Remington, milyen verset hoztál nekem? Gettó apu, azt mondja. Nem vinnek magukkal. Na most írja. Hadd nézzetek. Öcsém, rendesen karácsonyi flash-em van. Nem egyébként, nem vagyok én beállva. Miről, miket beszélek? Egyébként eredetileg az lett volna a címe a streamnek, hogy a Covidos Mikulás, vagy valamilyen hülyeség, de nem akartam túl dramatizálni. Eszembe jutott, ha mondom, mi legyen ez a címe, azt írtam volna be, de mondom, ne, ilyenne nem szórakozunk. Na. Mikulás gyorsan eljő, feje felett nagy hófelhő, én szorosok, húzzák szányját, hú, csipkézi bundáj. Jó van bundáj, szép volt. Szép volt. Gyere, kapsz ajándékot, parancsolj. Srácok, gyertek fel, álljátok sorba, tök jó. Jó van. Na, bocsánat, csak néha vannak ilyenek. Ez kemény zsombi. Köszönöm szépen, Charlie, kellemes ünnepeket nektek is, srácok egyébként. Még messze van a karácsony, hogy mennyi? Még 3 hét. De szeretnék addig több videót is kirakni, karácsony témájút is. A következő videó az szinte biztos, hogy elvé lesz egyébként, azt tudom, hogy szeretitek. Na várj, közben a faszi mondja a verset, nem? Az a baj, hogy itt elveszik a sok izébe. Ho-ho-ho, kellemes ünnepeket. Jegor, igen, ki ez Nikolaj, faszom tudja. Szia, Miku. Szia. Hadd halljam. Közben pakolok még ki ajándékokat, ja? Jaja, nagyon sok van nálam, srácok, 280. Azt mire elfogy, egész este oszthatnám itt az ajándékokat amúgy. Jó van, kipakolom ide. Meg adok sütit is mindenkinek. Kis süti. Viszont szeretik majd a népek. Mi a helyzet, Dobi? Írtam neked, IC, hogy következő után pattanunk az autóba és megyünk. Jó van, okés. Okés, megnézzük okés. A karácsonyi vásárt. Van olyan? Csináltunk karácsonyi vásárt. Aha.
Nekem hamarosan egy reconnectet is be kell állítanem, és tanácsolom neked is, hogy a mapát változzon fehérre. Ja, igen, reconnectelek egyet, srácok, mindjárt. 2,5 hét, Jeffrey. Aha, Balázs, így van. Úgyhogy nagyon jó lesz. Szerintem csinálok majd egy ilyen karácsonyi streamet, hogy mikor, azt nem tudom, de majd meglátjuk. Illetve, nem tudom, szeretnék egy ilyen évvégi összegzőt is majd, mint tavaly is volt, ugye. Meg a stúdió fejlesztéssel kapcsolatban dolgokat, úgyhogy majd meglátjátok. Nagyon várom, de az biztos, hogy nagyon, nagyon tömör lesz ez az elkövetkezendő, az elkövetkezendő egy hónap januárig. Meglátjuk majd. Csillog már a Gucci csizmán, szépen ki is mostam, még a fűzét is megigazítottam, ezzel várlak. Hol van a rím? Mikulás. Mikulás. Ja, Mikulás. És ez az izé? Ez az egyedi verse? Vagy ez ilyen copy vers lehet vajon? Nem baj, a Gucci csizme miatt kap duplát. Hogy fogjanak az ajándékok. Ugye? Ho-ho-ho, kellemes ünnepeket. Na, még egy-két izét adunk. Jó, egy-két ajándékot, aztán megyünk tovább. Mondjuk tudom, ilyenkor tök szar, mert egy csomóan beállnak is, ugye itt azért várnak, hogy sorra kerüljenek, de nem állhatok, srácok, sajnos meg kell értek, nem állhatok itt meg végig. Románul vagy magyarul mondjam, mert románul! Nice-en! Gyerekek, valaki tud külföldi nyelven verset mondani, ki vele? Holnap jön a Mitua. Így van, holnap Mikulás van, srácok. Legyen még ezen kívül 10 ember. Nem, az nagyon sok. Nagyon sok. Hashtag Románia, azt üvölti valaki. Csókolom, sziasztok, szia Ádám. Szia Erik, sziasztok. A Veni, na jó, én ezt nem fogom felolvasni. Iskolába tanultam, szép. Jó van. Ő is kap ajándékot. Ho-ho-ho, kellemes ünnepeket. Jó van, adunk még a mögötte lévő hölgynek. Aztán tovább nézünk valamerre fele. Itt az AK-val a hátán, ez mennyire legit amúgy, Dobi? Hát figyelj, a szerver szabályzatban úgy van, hogy egy nagy kaliber lehet nála. Ja, jó van, oké. Szia Mikulás papa! Szavasz kislány! Azt mondja valaki ott üvölt, mit előző? Geci, egyébként ne előzzetek, srácok, mert azért balhé jár. Nagyon szép versem van. Na, hadd... Halljam, azt közben előkapja az ákát és ledarál. Fogadjunk. Na, Jézusom! Jézusom, srácok, az indulatokkal fékezzétek magatokat. Jó? Oda néz, ott mennek a nagy izék, ott mennek a nagy bunyók, elkerüli meg ilyenek. Megpróbálja tarkon vágni a tagot, de nem sikerül neki. Jézusom, mi van itt? Boldog Mikit nektek is! Kellemes ünnepeket, srácok! James, most figyelj, nézőpont kérdése, a legtöbb szerveren van ilyen. Én úgy gondolom. Aztán lehet, hogy nem, na mindegy. Most ezt nem vitatjuk. Szerintem nem most vitatjuk meg ezt. Jó, mondott Marcsai amúgy verset? Most már el van tálcázva. Mit csinálhat vajon? Szeret az F1-et, Jeffrey? Nem, egyébként hallottam, hogy most pont Forma 1 van, és hogy legjobb volt a streamnek az időzítése, de sajnos ki kellett pihenni, nagyon rosszul voltam. Majdnem összeestem, szédülögtem, nem tudtam normálisan létezni. Le kellett feküdnöm aludni egy 2 órát, hogy kicsit összeszedjem magamat, de most, hogy érzem, lehet, hogy megint kezdek szarabbul lenni, úgyhogy szerintem stream után lepihenek egy kicsit. De egyébként pár nap, aztán szerintem már nem lesz semmi bajom. Pikpak kipihenem ezt a lófaszkoidot. Ja igen, és amúgy nem nézek Forma 1-et. Engem valamiért nem érdekel sose. Nem volt ilyen családi szokás, mint hogy focit sem néztem sose. Sofia Garcia. Mondott verset, Sofia? Annyit írt egy nagyon szép versenben. Ja, értem. Most ezek mit csinálnak? A chatbe. Én ezt nézem live közben. Igen, ezt többen is mondták. Így van, aki csúnyán beszél, nem kap ajándékot. Nehogy már. Szóval Tamás, hogy 2 hete voltam covidos, kb. 3 napig feküdtem, csak aztán jól voltam. Hát nem tudom, húgom az már nagyon régóta, tehát már szerintem kedszerda óta szarul van. Én nekem tegnap még semmi bajom nem volt, én tegnap még mentem el a birtokra, majd
idővel úgyis meg tudjátok, mi ez a birtok a videókból, mert akarok csinálni egy csomó ilyen személyesebb jellegű videót. És a birtokról hazafele kezdtem kicsit szarabbul lenni, és mire hazaértem, este lettem szarul. Tehát nekem egész eddig semmi bajom nem volt, és tegnap este szarul voltam, már vacogtam, minden három takaróval aludtam. Úgyhogy, ja. Elmondta Szófia a versét, vagy mi mindig arra most várunk? Most írja. Jó, oké. Okay. Jézusom, mit művelnek itt? Nagyon gáz. Egy ilyen jópofa kellemes karácsony ünnep, itt szidják egymást. Engem meg berak afba a játék. Ez mi? Nyom egy valamit is akkor. Dupla vét, vagy valamit, egy step előre. Jaja. Jó, kivesz. Aha. Nagy a jamperkodás, ez biztos. Kevin mondja nekem a kedvenc ünnepem, imádom a karácsonyt. Képzeljétek el, nekem a karácsony soha nem, én nem szerettem a karácsonyt sose. Nekem nagymamám karácsonykor szenvedett balesetet egy jó 10 évvel ezelőtt, és utána röviden rá meg is halt sajnos. Szóval nekem azért nagyon rossz emlékként maradt meg, illetve ugye a karácsonyunk mindig a veszekedésről szólt, vagy hát tudjátok, így próbáltunk jó fejek lenni, de mindig volt valami veszekedés, és én nekem soha nem volt jó a karácsony, idézőjelben. Úgyhogy mióta összejöttem párom a mennyasszonyommal, azóta ő tartja meg a lelket, és azóta szeretem a karácsonyt, mert ő annyira beleéli magát, meg annyira pörög rajta, hogy karácsony, hogy ja, ő így megcsinálja ezt a karácsonyi feelinget mindig, ezt tök szeretem, azóta szeretem a karácsonyt. Hullapelyhes fehér hó, itt van Jeffrey Istiszó, van zsákunkban minden jó, pár kis AI és dió, zseni, ez nagyon tetszik. Saját szerzemény. Na wow, ó. Ez már Döfi, Sziszó, jól van. Hát akkor Sziszó kap ezért 3 ajándékot. Lehet kicsit nagyvonalú vagyok. De ez nagyon tetszett, eddig ez tetszett legjobban. Mert ez biztos, hogy saját volt, még engem is beleköltött. Zseniális. Jól van. Tovább állunk, szerintem. Jegor. Itt az idő. Akkor várjál, elfogyott az ajándék, sajna, pár perc, és újra töltve találkozunk valahol a városban. Oh, ho-ho-ho, vehetünk. Gyere. Ne már! Fairfly, vegyünk innen. Még mielőtt jönnek utánunk a népek. Srácok, sajnos nem tudunk mit csinálni, nem maradhatok végig ott egész stream alatt egy helyen. Hol menjünk tovább? Szerintem eszközöljük meg ezt a reconnectet. Ja, igen. Nyomok egyet, nyomjál te is, akkor jó majd találkozunk valahol. Jó van, srácok, akkor gyorsan tudok egy reconnectet. Több dolog miatt is át kell menni más helyre. Egyrészt nem akarok egész stream alatt ugyanott lenni. Sajnos ez mindenhol így van. Most ma eventeztem CMTR, és ott is olyan sorok álltak, hogy fél órát áll az ember sorra, utána meg lelép a Mikulás. De nem lehet más csinálni, gyerekek, mert egyszerűen nem lehet egy helyen lenni. Nem kivitelezhető. És mindig van olyan, akinek ez nem tetszik, tudom. Nekem is sokszor szar volt, amikor lelépett pont a Mikulás, miatt jöttem volna. De hát nem lehet mindenkinek jót tenni, srácok. Sorry. De egyébként megyünk tovább másik helyre, oda menjetek nyugodtan a dolgotokra. Aztán majd úgyis kigovoljuk, hogy merre vagyunk, jó? Meg látjátok a streamből, gyertek oda és kaptok AI-t. Közben itt... Sorry, srácok. Szóval... Kont kérdezi, hogy párommal lesz-e valami közös videó? Nem. Végül is úgy döntöttük, hogy nem szeretnénk, hogy szerepeljen. Én sem szeretném, hogy szerepeljen, meg ő sem nagyon akar. Egyébként van már vele közös videó a csatornán, régebben CMTS videókat csináltunk egyet-kettőt együtt. Pont egyébként egy Mikulás Eventes régi videót együtt csináltunk meg, még nagyon régen, 2018 körül. És abban benne van, de csak a hangja. Úgyhogy valaki nagyon kíváncsi rá, akkor abból lecsekkolhatja, hogy mégis milyen volt a vidi. Aztán ennyi.
Jó, egyébként közben lépek vissza szerver rám, srácok, úgyhogy nem kell félni. Azt mondja az étény, hogy szín elég kegyetlen a helyzet. Én ebbe a két napba 2,5 misit kerestem már az ajándék eladással. Wow, az mondjuk durva. Közben srácok egyébként visszatértünk, és már esik a hó meg minden. Jó. Ajajaj. Megjöttünk. Oké, közben vissza is teszem egyébként a színre, jó? Na, ezzel a Verdával fogjuk veretni. Bár mondjuk ez csak így disztek van itt. Flymus. Reméljük az idei jobb lesz. Jó, Mustafa, igen, köszönöm, aranyosok vagytok. Jobb lesz persze, most már jó a karácsony. Szerintem az lenne a legjobb, hogyha már végre teljesen külön tudnék élni. És akkor nem lenne semmilyen feszültség, csak eljönnék, puszi, tudjátok, egy ilyen tipikus családi karácsony, azt mennénk haza. Tovább. Sofia Garcia már volt, most nézem vissza, ne adjatok neki. Figyelj, szerintem menjünk valami olyan helyre, ami messzebb van. Mit szólsz? Tehát az a cél, hogy most megmutassuk a karácsonyi vásárt. Ja, a karácsonyi vásár. Jó, oké, nézzük meg akkor a karácsonyi vásár. Találunk egy pár ajándékot. Jó van, ott is kiosztunk egy párat. Oké. Semmi akadálya. Közben bekötöm magamat, srácok. Jobbulás, köszönöm. Srácok, nyugodtan beálltok újra a sorba, mindenki kapni fog ajándékot, aki egy másik helyen áll be a sorba. Tehát ha egyszerre három helyen osztunk ajándékot, és valaki mind a három helyen sorra kerül, akkor ugyanúgy kap ajándékot, de egy adott helyen csak egyszer álljatok be, mert aki többször jön, az nem fog ajándékot kapni, és fölöslegesen áll be a sorba. A téli külön munka. Van ilyen, hogy téli külön munka a mindenségit? Igen, van winter special munka. Wow, és ez mi? Az milyen? Ilyen fahordó munka. De jó. Külön van rá jég. Scriptelve, az a jég az eltörik, 3-tól 6-ig van. Igen, azt láttam, azt tavaly, amikor az izét forgattuk, a mentős videót, ott volt. Erre feljövünk. Oké. Srácok, lehet jönni egyébként, itt fogunk ajt osztani. Gyertek nyugodtan. És itt van a karácsonyi vásár. Oké, jó van, gyertek. Ho-ho-ho! Sorba! Még megnézem, hogy bezártam-e az autót. Jó, oké, csak valaki, nyugodtan. Valaki azt mondja, hogy neki az kell. Jól van. Srácok, nagyon hangos a zene amúgy, mert ha nagyon hangos, akkor leveszek. Kicsit halkítok rajta, jó? Így talán jó is lesz. Most visszahozok közben mindent, amire szükség lehet. Oké. Osszuk tovább az ajándékokat. Per what? Így. Hello. Na jó. Mivel készültél? Hány player van fent jelenleg a szerveren? 131-en vannak most fönt. Így versen. Na, ki vele? Kérdezi tőlem Balázs, hogy várok-e valamilyen játékot, ami le lesz árazva karácsonykor Steamen vagy platformon? Srácok, én az Eneban vettem játékot, egyébként ugye azt is promózom, len van a leírásban a link, az Eneban a csatorna partnere. Úgyhogy... Én ott vettem ajándékot, most biztos lesz ilyen karácsonyi leárazást, egyébként annyira nem nagyon keveset játszok a streameken meg a videókon kívül sajnos, nincs rá időm, úgyhogy annyira nem. Legyen ott, na most itt szól valami, három királyos faszom tudja a vásárba, úgyhogy én ezt lehalkítom inkább, azért mondom. Jó, ilyen van már, nézve, ja várjál. Legyen a templom minden ember szíve, melyben a lélek szárnyad bontogat, karácsony édes ünnepé, legyen imádság minden gondolat, de szép vers. De szép vers. Ho, ho, ho. Gyere, adok neked ajándékot. Hol van a kurzor? Elment Boré. Odaadjuk neki. Oké. Így van. Nagyon fontos ütlete volt, úgyhogy most kap 2, de egyébként... Meg legalább fölvállalt, mondta, hogy nem saját vers. Nem akarta sajátnak beállítani. Egyébként gondoltam, hogy nem saját, de...
aranyos volt. Jobbul ez, Jeffrey, köszönöm, bajnok! Hálán mikor várható serűségbe? Nem lehet, hogy a december 11-én jön be a frakció update, színesebb lesz az RP, válaszod előre, köszi. Bajnok, a serűséggel ezen a héten fogjuk forgatni a videót, jó? Frakció bemutató lesz, és két részre tervezünk. Az első rész talán még a héten kimegy, de nem ígérem. Amilyen gyorsan csak tudom kirakom, majd meglátjuk, jó? De most lesz sok minden, lesz V3, lesz LV, lesz Fly MTA, azt is forgatni fogunk a héten, akkor lesz HL is, ezen kívül lesz még ilyen karácsonyi különkiadás a csatornám, majd valamit kitalálok, meg ilyesmi. Lesznek tök jó dolgok, úgyhogy érdemes bekapcsolva tartani ezt a csengőt, srácok. Nyomjatok egy lájkot a videóra, ha még nem tettétek volna meg, és iratkozzatok föl, mert ez a két dolog, ami hatalmas segítség, és lényegében egy ingyen donét, amivel hatalmasat tudtok nekem segíteni, de nem kerül egy filléretekben sem. Jobb lesz, Jeffrey. Ja, igen, ezt olvastam, oké. Okay. Szép. Ő mondott nekem versét amúgy, Sútáj. Szia Miklós, szia. Persze, ki vele? Na nézzük. Nézzük. Aki tolakszik, meg káromkodik, az nem kap ajándékot. Na. Végre nem fagytam ki, azt mondja a srác. Örülök neki. Bocsiség és ilyen. Szia, szia Andi. Semmi gond. Gyertek csak nyugodtan. Hát, ha most sorra kerültök. Aj, osztás van. Haló. Ő is tálcázik. Miért kell mindenkinek tálcázni? Én nem tálcáztam, hogy fejből megírtam a Mikulásnak a verset. V3-om. Boldog Mikulás, köszönöm! Köszi Hack Pro. Köszönöm. Fú, gyerekek, kezdek nagyon szarul lenni. Lehet, hogy muszáj leszek lelőni a streamet hamarosan. Aki most jött, de mondom, hogy valószínűleg covidos vagyok, és hát nem bejut túl jó. De becsületesen igyekszem végig tolni a szokásos streamet. Nézzük, mit írt nekem a Sútáj nevezetű hölgyemény. Hát, eddig nem látom, hogy írt volna bármit. Dobi, te mit művelsz ott velük? Én próbálom, hogy nem infanoljon a srác, de... Ja. De jó haladok vele. Antoni, aki jó, köszi szépen a feliratkozást. Kövessétek a hölgy példáját, és iratkozzatok föl, ha még nem tettétek volna meg, mert szeretném, amíg idén meg lenne a 12.000 feliratkozó, nagyon sokat jelentene nekem. Remélem meg lesz. Azért az annyira nem sok, az a 70-80 szub már talán. Kárni nem tudok menni a sorba, mentem volna Manónak. Tényleg egyébként ez nem hülyeség, legközelebb lehet ilyenről szó. Dani, köszi szépen, szia-szia. Úgy van, na mondod valamit? Mondod valamit? Nem tudom. Ha mondok még egy verset magának is, kapok egy ait még. Várják, mély a hó, lassan lépked a kőért, télapó összok ellen, délre ezek messzi földről érkezett. De szép volt, de szép volt. Ho-ho-ho, kellemes ünnepeket. Mondok neki, parancsolj. Neki is ott van a nagy fegyver az oldalán. Jó van, jó az. Nézd meg, ott bunyóznak meg ilyenek. Mit művelnek? Nicholas Hopkins. Hello, hello. Mélységes tisztelete magának, Miklós, van egy kis versem. Köszi. Szia. Szia. Dominik, az nem baj, ha valaki már volt az előzőn is, be lehet állni még egyszer, csak különböző helyszíneken. Jó? Mondhatom esetleg? Persze! Igen? Togalcset. Jaj, bocsi! Hogy van? Togalcset. Igen, a relog után elfelejtettem kikapcsolni, még jó, hogy szóltál. Jó van, Andi, oké. Geci derék volt a városban. Na, ő nem kap ajándékot! Csúnyán beszélt! Egye, bejje! Bossz, köszi szépen! Na, Nikolász, nézzétek meg! Gyerekek nagyon várják már magát, mindenki csak magát várja, de meg nem fogjuk tudni, hogy ki a Mikulás legjobb haverja. Ez lehet, hogy saját. Saját lehet szerinted, Dobi? Megesett. Igen, szerintem is ez... Rezeg a léz, de tetszik, úgyhogy... adok neki ajándékot. Konkrétan... kicsit egyedi, meg nem is. Jól van.
Jó, mostantól duplán adom az ajándékokat, és ha valaki nagyon kreatívat ír, akkor ő 3-at kap. Hogy gyorsabban elfogyjon, mert nagyon sok van nálam, és nem célom megtartani. Jó? De az is lehet, hogy lelőm a streamet majd, aztán utána még osztogatok ajándékot később este, vagy bármi. Meglátjuk. Egyelőre nem szeretném, hogy izé legyen, nem szeretném, hogy balhé legyen, csak nem garantálom, hogy nem leszek sokkal szarabbul rövid időn belül. Pedig ettem jó húsleves, meg minden, de hát sajnos ez ilyen. Szépen kilistált. Sőt, tudjátok mit? Bekattintok 3-ra, és 3-asával leszedem így az ajándékokat. És már jó is. Titok. Ki? Rudolf. Rudolf a legjobb barátom. Köszönjük. Mosolyog, jó van. Szólnak itt a jó zenék. Kész. Szia télapó, szia! Közben itt egy csúnyán beszél Mikulás jött, ennyi be, ennyi. Ja, Donny Adams, ő Tamás. Van egy versem. Na, hadd halljam. Ki vele? Mutasd, mit tudsz. Mutasd meg, mit tudsz. Nézzétek, szépen sorba állnak, remélhetőleg nincs tolakodás, meg semmi. Szkviabálja Tomás D. Szeretlek, Mikulás! Ordítja. Jól el vannak. Most ez miket írogat a chatből, bazd meg? Dobi. Nem akarok kitérni rá. Idióta. Pont innen merőkére is szóljon. Na Floyd? Ki vele? Vagy meg kukultál? Na jó. Írja ő. Írja. Télapódál van mindenféle ajándék, csak annak adja ajándékot, aki jó. Hát, az igen kreatív volt. A rímet... Az igyekezetért, megérdemli. A rímet otthon hagytad, fiam. Igen, hát kész. Kellemes ünnepeket, kapott 3-at ő is. Köszönöm. Mikulás az igyekezetért megérdemli, így van. Nem mindenki születik költőnek. Hála lesz ilyen, vagy volt? Azt mondták, hogy szólnak nekem, ha benne lesz, azt akkor lesz. De azt mondta már, nem hivatalos info, de valaki írta, hogy már volt. Úgyhogy nem tudom, de ha lesz, akkor lesz, igen. Viszlát, szia! Hello! Ho-ho-ho! Csókolom télapó, szia! Hát amikor a Mikulás, fogalmam nincs, nem tudom, azt mondták tegnap, hogy ma még nem lesz, vagy tegnap előtt, úgyhogy hoztam egy verset magának. Na, akkor mondjad. Mintha muszáj lenne. Úgyis nem is vers, inkább két kérés, jaj. Na, Hadd halljam. Dobi úr, kiabálja valaki neked. Jajjaj. Ki kelljem? Nem kell, majd én megoldom. Jajjaj. Fernando de Paolo, hallom. Hallom, vagy hadd hallom. Nem mond semmit még. Mit csodát? Ma van Mikulás. Ah, értem. Kedves télapó, két kérdésem van. Mostak pénztárca és vékony a derék. Kérlek, ne vegy át, mert tavaly... Micsoda? Tavaly is én voltam a cseléd. Ez kemény. Mi ez? De szép vers. Ezért kapsz két ezért ajándékot. Meg kapsz kekszet is. Kellemes ünnepeket. Á, értem.
Blaster, az tök jó. Nekem nem szól senki. Na mindegy. Mikolás, tudod dobni egy ajándékot? Persze, adok neked így... Sőt, legyen az, hogy adok neked 100-at, és akkor az emberek azok oda tudnak állni hozzád is, jó? Jó. Várja, adok kegzből is. Jó, minden igaz, akkor adtam. Dáncolik, nem is vers. Hadd lássam. Lehet, talán egy kicsit jobb lesz a történet. Kicsit lesz dolgom is. Jaj, ja. Szia gyermeke, mit hoztál? Nagyon szép! Nagyon szép! Tehetséges... Cigány gyerek vagy. Mondom, hogy aki tehetséges cigány gyerek, akkor szattad neki hármat. Neki azt mondja, hogy én táncolnék. Mindent. Mindent. Köszönöm, Urba. Szépet, télapó. Neked is. Gyertek, gyertek. Kaptok ajándékot. Mindenki kap ajándékot. Egyetek, vegyetek. Mindent is. Milyen nagyságban vannak a dolgok a dobozban? Ha összekraftolsz többet, akkor értékesebb dolgokat tudsz belőle nyitni. Aki a helikopterrel itt zajong, az kibaszom. Mateo Remington. Szia! Bocsánat, lemutoltam. Bocsi, köszi, hogy szóltatok. Dobit nap, mint nap, látom személyesen is, ennyi szó volt. Nincs hang, most már van. Mute, már van. A fél perc mute, talán egy fél percet dumáltam hang nélkül. Szépet, mindenki. Ajjajjajjajjaj, ez így nem lesz jó. Marko, mondott valamit? No hang, most már van hang, srácok. Marko, igen, hegyen, völgyön, mély a hó, lassan lépke, télapó, ősi szakellen, dél rezeg, messzi földről érkezett. Micsoda kreatív a fiú. Micsoda a Csongor Super Admin? Igen. Igen, az lehet. Na, micsoda verset hozott nekünk a faszi. Kap is a it. Parancsolj. Az a baj, láttam a Dobai Raimund versét. Csusszanhat már a szánkó, repül át. Jó volt az. Csongor, hát mi van? Csongor. Kéne rám az a skin? Most keresi, ott van. Ja, oké. Okay. Már Mikulás is lett a gyerekek, eddig tartott. Looking for something, tamar after. Véletlen, kinyitottam egyet. Nem baj. Kapta belőle jó kis kaját. Mi történt? Semmi, megint beszabadultak a fogyatékosok. Dennis, mondott már verset amúgy? Most itt őket már lepörgetjük amúgy. Kellemes a télapó, neked is, fiam. Lenne egy ajándékom. Jézusom, akkor az nem kell, én adom az ajándékokat, ne nekem adjátok, baszki. Flynek mi a TSIP-je? ts.fly-mta.hu. Így van. Már az összes szerverek tudom fejből a TSIP-t amúgy. Megtanultam az évek alatt. Pedig mindig rágugliztam, mert nem tudtam sosem, mint a CMTI-t sem tudtam sokáig. Aztán most meg már mindent megtanultam. Jaj. Én láttam, hogy ezért killogott.
Képeslapra nem volt időm hozzád menni, de nincs cipőm, szánkon csúsznék, ha hó lenne. Maradjunk. De az a baj, nem látom a, ezért nem látom a többit. Jó, mindig nem baj, kap tőle ajándékot a fiú. Kap ő is hármat. Fogjon az ajándék, fogjon az ajándék. Úgy. Én meg nagyvonalú vagyok, mindenkinek adom a hármakat. Kész. Én csak kettesével szórom őket. Jó, van, ahogy jól esik. Tökéletes, aki azt mondja, adhatok egy első segélyt. Negatív. Szükség. Szükségtelen. Szia, télapom! Szia! Szia, barát! Hello, hello! Mondjátok a verseket, aztán pörögjünk, hogy elfogjon az AI. Jan van, fölteszem 100-ra, de az a baj, visszasztekkelni, mert nem tudom a sütit, úgyhogy tök mindegy. 3. Jó. Azt a mindenségét. Mivel készültél a télapónak? Connor mondott verset? Az a baj, nem tudok igazodni rajta. Szia, télapom! Hadd halljam. Na. Nézzük, hogy mivel rukkol elő a fiú. Nagyon szép volt gyermekem, azt mondja. Egyébként Almás járó jót írt valóban az a TSIP, ts.fly-mtia.hu. Most már én is elkezdem hármasával szórni, hogy fogjon. Igen, igen. Hol a vers? Hol a vers? Megkukultál! Gyerekek, agyfasz. Na mondott valamit amúgy a Pali? Még nem. Még nem? Jó van akkor. Megpróbálom úgy beállítani a sapkát nagyon faszán. Ami rajta van, jelen nincs rajta fülemben a sapka, először úgy vettem fel, hogy rajta volt. De nem, mondott valamit? Még mindig nem mondott a Connor? Hát nem láttam. Én se. Ám ez így nem jó. Most mi legyen vele? Ha-ho. Lehet még keresi. De... Jaj, de ezt nem de így kéne. Lenne, de jó lenne, hogyha már... Rögtön versek készül jönnétek. Már hogyha nem tudtok sajátot, nem gond, csak akkor gyertek. Szia Hajnalka, sziasztok! Hali-hali. De legegyszerűbb egyébként táncolni. Ja, táncoltok egyet, az kész, kis izé. Disco dance, hello. Megvan oldva, már kapjátok is az ajándékot. Mondott valamit? Vagy csak kiállt a sorból. Gyere, adok azért. Fél szó nélkül. Kapta az ajt, hello. Ennyi. Öjjjjjjjj. Szia Miklósom. Készítem egy verselnék. Na. Hajrá. Ho-ho-ho. Udvaronkon ablakat áldogál egy fura alak. Micsoda? Hóbó van a keze, lába, fehér hóbó ruhája. Ajj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 
Csámizú, sziasztok, minden királyság. Srácok, iratkozzatok föl, amíg nem tettétek volna meg, és lájkoljátok a streamet, mert hatalmas segítség, és tök ingyen van, és semmibe nem kerül. Még itt egyet kinyitottam. Itt a Mikulás újra, Jeffrey és kedvelői Fly City-ben állnak sorba. Zsákja teli van értékes dolgokkal, remélem valami nekem is szottyön. Én ezt egy dupla hármasra jutalmazom, ahhoz képest igen nagyvonuló vagyok, hogy sokáig csak egyesével adtam az ajándékokat, most meg már hármat kap mindenki, de hát el kell fogynia. Nem baj egyébként, igen. Úgyis ez ilyen értéktelen, össze kell craftolni többet egyszerre, hogy nagy cuccok essenek belőle. Na nézzük, szívesen gyere nekem, üljetek le ide. Mi ez a bugolás itt a háttérbe? Szia Mikulás! Szia!
És ez mit csinál? A Steven Leroy az már volt a sorban, nem? Bár még egyszer. Steven Leroy. Hát még nem mondják a playerek, tehát lehet, hogy a másiknál volt. Lehet a másiknál, mint hogyha beállt volna elé, ugyan, ez a skin, ez ilyen fix, ami rajta van? Igen, tehát ők frakció skin. Oké. William Collin. Na gyere, William Collin. Ami félig egyedi. Hadd halljam. Lesz még Fly on PD-s videó? Egyelőre nem terveztük, de lehet, hogy lesz. Most volt nemrég egy stream, azt nyugodtan nézzétek vissza. Volt már izgalmasabb stream meg videó is a csatornán, de szerintem nem lett vészes, nyugodtan csekkoljátok le. Srácok, készüljetek fel előre, nem akarok várni, mert tök szar, többiek meg itt állnak sorba, aztán meg valaki nem kap ajándékot, csak mert valaki húzza az időt. Most nem azt mondom, hogy húzza az időt a srác itt előttem, csak készítek fel egy picit. Itt van Jeffrey, vártam már, vidám arccal, várva, zsákjában minden jó, ajándék doboz és mogyoró. Itt van a Jeffrey, kicserélt a Mikulás Jeffreyre, de nagyon kreatív, úgyhogy ezt megjutalmazzuk. Tudjátok, mit kap még a fiú. A mindenség, itt Christian Kéri negyedik hónapra iratkozott föl. Hello, jó streamot és jó szórakozást! Köszi szépen, haver! A mindenség, itt Christian már egy régi motoros, már 4 hónapja csatornatag. Köszi szépen, haver! Köszi. Ha most felmegyek és elsőnek regisztrálok, ugyanúgy kaphatok ajándékot. Elsőnek regisztrálsz, Dani, mire gondolsz? Szoszi van, Miku bál, család, hogy van? Készítem egy verset. Dick Soszi nyomját. Na, nézzük. Mi van itt? Az enyém táncol. Táncol? Táncolás közben kéne nyomni a verseket, érted? Ezt akkor tripla ajándék, nem amúgy? Picit izgulva, de táncolni kezd. A mindenség, picit a strip tisztol itt a csaj mellettünk. Mindjárt begerjedek. Wow! Krisztián, szia! Jól van, majd egyszer valamit veretünk valahogy mindenkivel. Mindig minden jó lesz, jó? Ezt amúgy a legjobb volt, a legegyszerűbb azt mondani, hogy majd egyszer. Ó, bakker ilyenkor, nem mindegy. És ez így megfoghatatlan. Jeffrey Evans, télapó, mozsákjában minden jó. Az egyénben is van jó. Like és subscribe, nagyon jó! Ki ez a pali? Donny Adams. Hát kész. Kapja itt a nagy zéket. Mi a lófasz? Ez mi? Funk. Cukorra bevont, remek. Nagyon szép volt. Micsoda versek születnek itt, nézzétek meg. Én azt hittem el fog fogyni a sor, de nem akar elfogyni. Steven Leroy. Ho-ho-ho, kelleves ünnepeket. Mi van ezzel a palival? Jó fej volt. Micsoda verseket költenek itt az emberek. Készültem egy versen. Na, hadd halljam. Plusz. Hadd halljam, plusz. Itt van már télapó, tele van a zsákjában, is van minden, sok ajándék, smogyoró. Ja, ez a tiéd, na várjál. Majd melyik mondta? Ezt az enyém mondta. Ja, azért mondom. Jó van, már itt nem látok. Köszi, Jeffrey, Donny Adams vagyok, nincs is szívesen. 68-as ID, az mit verekszik ott? Betolakodtak elé, mindjárt. Jó, aki tolakszik, az ki kell baszni. Na mi van, Stephen? Na, mi van, Stephen? PP 65 déli. Ja. Azt vagy Chilliard. Nem Chilliard, elég délire. Hagy szaladjon egy kicsit. Ja. Viszlát, Mikulás. Peter McCann! Mi történt? Hú, geci! Mit láttál? Ott volt a... Csutak bebörtönözte Peter McAllistert végtelen percre, kérném váltást túl szépén. Peter McAllister? Az a Peter McAllister, aki itt lakik? Lehet. Öcsém. Hát ez mondta izé. Hitelkártyával? Hát persze! Öcsém. Gyerekek, megcsináltok a napomat. Hülye örültek. Ez kurva nagy. Steven Lerner, itt van már a télapó, talán a zsákja, van benne minden, faszom, jól van, parancsolj, szia, ügyes vagy. Hát haladjunk.
Öcsém, de jót rögtem. Peter McAllister. Valaki jön nekem $124.50-nel. A pizzákért. Új, rendelek is jó pizzát, jó, hogy mondjátok. Egyébként nem mondjátok. Sokszor eszem jut valami, és arról eszem jut, hogy kérem, hogy kaját rendelni, vagy enni, vagy ilyenek. Egyébként nem vagyok ilyes, képzeljétek el, nagy beles vagyok, meg minden, bár most megint nekiálltam kicsit foglalkozni, edzegetni, ilyesmi. Azt mondja Tamás, hogy kapott az aiból egy digölt és egy széfet, az kevény. Az nagyon jó nyitás. Wow. Szegény bekatta, pedig csak egy kis ajt akart. Micsoda, Tamás, mire gondolsz? Remélem tetszeni fog, bár igyekeztem szépre írni. Biztosan szép lesz. Én mikor részeges télapóért, hogy te nagy alkoholista, meg minden. Mondhatom. Egy percig se haboz. Jól van. Üdvözlünk téged a városban, Mikulás! Micsoda, téged helyett is itteni, se tudna más! Váó! Gyerekek, egy Dr. Dre veszett el a gyerekbe! Kapja az ajándékot, kellemes ünnepeket! Jó, haladjunk, nem lesz vége ennek a sornak sose. Jó lesz új hely! Én szerintem már a streamben nem lesz új hely, srácok! Itt még leosztuk az ajándékot, aztán kész! Úra vagy, el sem hiszem. Ki vele? Ki vele? Készültem egy verssel. Na, hadd halljuk. Óha, nekem gyorsan OCP-t kell néznem. Jó. Tudjuk banalni a srácot. Úgy csak ne járjon most senki ki bedutiba, mert akkor elveszik az események. Aki volt, az nem jöhet még egyszer, srácok. Ne gyertek még egyszer. Majd még lehet, hogy lesz ilyen osztás. Roli kérdezi, hogy csak a Mikulás erejéig kaptam admint, vagy amúgy is. De most ugye Mikulás miatt, meg lehet, hogy lesz adminos videó majd, valami. Aztán, ja, így volt a legegyszerűbb megoldani egyébként. Egy kicsit önállóban tudok bármit csinálni, így hála Istennek. Tessék, fiam, ne haragudj, mutasd, mit hoztál. Nice-en. Don Samuel. Mr. Samuel. No collision. Mire gondolsz, Trupping? Hol nincs collision? Ajajaj. Vagyunk itt egy páran. Gyerekek. Ám nagyon káó vagyok. Szép DM próbálkozás volt, Csongor osztotta is a bant. Az örök bant. Jaja. Az a baj, hogy én lelépve nem tudok még örökre bannolni. Ja. Ha, értem triplet, nem tudom, hogy ez kicsoda. Közben a srác mondja, nem kell, ha mondott verset, akkor csak nem figyeltem, mert idióták jönnek, aztán nem bírnak magukkal, kaptak izéjét. Menjetek csak. Sőt, most egy kicsit begyorsítjuk a folyamatokat, most nem kell vers, mindenki kap egy ajit, aki itt előttünk van, aztán kész. Jó? Az a legjobb. Aztán gyorsan akkor lepörgetjük itt a maradékot. Szia! Csak lehet jönni hozzám is. Jaja, gyertek, eljátok be a sorba, aztán kapjátok az ajt, jó? Jó, következőtől nem kell a vers. Következőtől már nem kell a vers, srácok, jó? Csak hogy haladjunk. Így van, mert nagyon-nagyon-nagyon a sor. Összintén leszek, nem gondoltam volna bele, hogy ez ennyire nagy lesz, meg ilyen sok ember áll egy sorba, jó? Igen. Akinek van egy ilyen különleges vers, amit mindenképp fel akar olvasni, azt írja be most még a sorbanás közben az F8-ba, írja azt, hogy say, és utána írja be, mit tudom én, Mikulás, meg amit akartok, és akkor így gyorsabban megy a történet. Jó, de egyébként nem muszáj verset mondani, mert csak gyertek aztán. Megy ilyen, amit azt mondjak, mert mit csinál?
Gyertek. Én is nagy fatarom volt, Delay LCN leader volt, az kemény. 10 perc is lépek föl, átszerintem srácok már kicsit késő. Mi a gond, Dobby? Nagyon akarják ezt a verset? Jó, van, akkor hadd mondják, én addig adom neki. Szia! Jó, mondjuk ezt a pár embert már megvárjuk, de az a baj, fontos, hogy jönnek az emberek. Sose lesz vége ennek, mint egy örök körforgás. Akkor hajrá! Na. Ki vele? Mondd a verset, mert már nem bírok magabbal. Mindjárt elvisz a Covid, gyerekek. Johnny, Marcus. Mert a végén csinálok egy selfie-t. Szeretnétek. Új, srácnak duplán adtam. Na mindegy. Nem bírnak magukkal az emberek. Hello there. Köszi szépen Alex a szubot. Srácok, iratkozzatok föl, amíg nem tettétek volna meg, és lájkoljatok, mert kurva nagy segítség az. Nagyon-nagyon sokat jelent. Kellemes ünnepeket! Szép volt az ajándék! Nagyon szép volt. Ugye az ajándék volt szép, vagy ezért volt szép. Ja, azért nem tudott lelőni minket, mert no collision volt, aha. Végén csináltok egy képet, hát, ezt nem ígérem srácok, hogy meglátjuk, jó? A streamet lelőve mindenképp, azt utána lehet, hogy fönnmaradok. Gyertek köré, meg ilyenek, ott voltam mögötte, ja, értem, akkor lehet, hogy ez volt a gond. Már látjátok, már orrom is be van dugulva, úgyhogy kezdek szarabbul lenni, lehet, hogy most azért már ideje lenne lelőni a streamet. Dani, lehet, hogy fogok még ajándékot osztani, meglátjuk. Tavasz, Baktaló. Tavasz, Vitu. Írjad azt a verset, többiek már várnak. Jó, nem muszáj vers. Hoztam egy fasz a verset. Miki, Miki, Mikulás, hova bújsz, hova állsz, mennyi aranyat találsz a csomagodban? Vár rád a gyerekcsapat, ideadd, odaadd a cukrot, kosarra, gyere gyorsan. Szép. Kellemes ünnepeket. Hú, srácok. Ne húzzuk az időt. Hát én ezzel az egy emberre várok már lassan 2 perc. Igen, ő is itt most előttem elmondta a versét, megkapta az ait. Jó, akkor taktikát váltunk. Igen. Gyere, ide jövünk is, mindenkinek adunk egy-egy ait, jó? Sorry srácok, de... Ne szaladjatok ide hozzám. Ne gyertek ide, mindenkinek adom az ait, jó? Maradjatok a sorba. Jaja. Ragyatok a sorba, aki kapott. Jó, én mindenkinek adtam már ait, közben osztogatom itt azért kekszeket is azért. Én duflásával osztam őket. Én meg hármasával, úgyhogy csak nyugodtan aikat adtam már mindenkinek, szóval. Na haragudjatok srácok, nem volt, volt valami fasz a versetek, de nem tudtátok elmondani. Sajnálom, de kénytelen vagyok lelőni a streamet, mert egyre szarabbul vagyok csak. Majd legközelebb. Lesz még ilyen szerintem, jó? Süti urak. Tudok mindenkinek a sütiket. Aztán kész. Na jól van. Akkor csak így jött, hogy fly. Jó. Oké. Hát srácok. Átteszem ide. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Remélem azért én megtettem mindent tőlem telhetőt. Ahhoz képest, hogy nem vagyok túl jó szerintem. Maximumot kihúztam magamból. Nagyon köszönöm szépen mindenkinek, aki itt volt. Köszönöm szépen a lájkokat, a donéteket. Főleg köszönöm azoknak, akik végignézték. Hatalmas pacsi nektek. Találkozunk a jövő héten.
Kövessetek Instán, az nagyon fontos, mert ott mindig posztolok új dolgokat, és ott hamar tudtok értesülni róla, és iratkozzatok fel, amíg nem tettétek volna meg, meg lájkoljátok a videót. Köszönöm szépen Dobinak, hogy itt volt velem végig a streamen. Nagyon szívesen. Illetve köszönöm Csongónak és a többieknek a közreműködést a stream alatt. Még egyszer köszönök minden donétet, minden lájkot, minden megtekintést, minden kommentet és mindent. Kellemes ünnepeket, kellemes, hát a karácsony ez még messze van. Köszi szépen mindent. Sziasztok, srácok. Sziasztok.